Miután Azerbajdzsán elfoglalta hegyi Karabahot, szinte az összes ott élő örmény elmenekült a régióból. A legtöbben, több mint 100 000-en a szomszédos Örményországba mentek, ahol az emberekben egyre nagyobb a harag a szövetséges Oroszországgal szemben, amiért az nem védte meg hegyi Karabahot az azeriektől. Így az örmények most válaszút előtt állnak. Maradnak az oroszok oldalán, vagy inkább Európa felé fordulnak. A döntésen az ország függetlensége múlhat. Zajlik a mindennapi élet az örmény fővárosban. A hegyi karabahi szükségállapotból első ránézésre szinte semmi sem látható. De ha jobban megnézzük, már is feltűnnek azok az adománypontok, ahol élelmiszereket és ruhákat gyűjtenek a menekülteknek. Egy itteni fotóstúdióban találkozunk Emma Maráslián ruhatervezővel, aki nagyon kötődik hegyi Karabah régiójához. Évek óta gyűjti és restaurálja az ottani hagyományos népviseleteket. Azt mondja, a háború mindenkit érint Örményországban. Nagyon sebezhetőek vagyunk, nagyon bizonytalan a helyzetünk, nem tudjuk merre tartsunk. Ami most történik, az nem haladás, hanem hanyatlás. Nem látok semmilyen előrelépést. Aggódom, hogy a helyzet odáig fajul, hogy Örményország függetlensége kerül veszélybe. Ez a kockázat fennáll. Emma szerint Örményországot magára hagyta szövetségese Oroszország. De azt is hozzáteszi, hogy Örményország is tehet arról, hogy ilyen helyzetbe került. Egy másik üzletben, ahol könyveket árulnak, Arnóval beszélgetünk. Ő az ukrajnai háború kitörése után tért vissza Oroszországból Örményországba. Én is ugyanazt gondolom, mint a legtöbb barátom itt. Az örmény kormánynak mindent meg kell tennie ahhoz, hogy megmentse az országot, hogy megmentse Örményország függetlenségét. Ez az álláspontom. Ha ez azt jelenteni, hogy Oroszország mellé kell állnunk, akkor mellé állunk, de erről egyelőre nincs szó. Örményország erős kulturális és gazdasági kapcsolatot ápol Oroszországgal, de sok örmény látja úgy, hogy ez a kapcsolat túlságosan egyoldalúvá vált. Tigránk Hizbalián volt újságíró és filmrendező, az Örményországi Európa Párt alapítója. Ő támogatja az örmény kormányt abban, hogy eltávolodjon a Kremltől. Despite all the odds, Armenians still... Furcsa, de az örmények még mindig támogatják a gyenge, hiteltelen és fásult kormányukat, mert a kisebb rossznak tartják az orosz zsarnoksághoz képest. Szerinte Oroszország arra használja Azerbajdzsánt, hogy megbüntesse Örményországot az Európa felé tett lépéseiért. Mások viszont nem értenek egyet ezzel. Ha bármilyen külső szereplő érkezik a régióba, aki meg akarja zavarni a stratégiai érdekek egyensúlyát, az még veszélyesebb lesz. Egy biztos, Örményország a hegyi Karabahban történtek után válaszúthoz érkezett, és egyre nagyobb a nyomás rajta. A tét pedig nem kevesebb, mint az állam függetlensége.